Több százan akadályozták a forgalmat hétfőn a szerb kormány központjának otthont adó belgrádi utcában, azután, hogy vasárnap tüntetők százai próbáltak betörni a városi tanács épületébe és összecsaptak a rendfenntartó erőkkel. A szerb rendőrség közölte, hogy őrizetbe vett 38 embert, akiket az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására való felbújtással, a kormány megdöntésére irányuló erőszakos magatartással gyanúsítanak. A közlemény szerint 8 rendőr megsérült, néhányan súlyosan. A hétfői tüntetés egyik részvevője, ez a diák, azt mondta, a választásokon sok volt a szabálytalanság, ez az első lépés, ha nem kapnak választ a hatóságoktól, a következő napokban újabb blokkádok lesznek. A hétfőn Oroszország szerbiai nagykövetével találkozó Alekszandar Vučić szerb elnök a kormány külföldi segítséggel történő megdöntésére irányuló kísérletnek minősítette a tiltakozásokat, amelyek a december 17-i választások óta tartanak. Az ellenzék szerint a kormánypárt listája választási csalások segítségével nyerte meg a választást, amit a kormánypárt cáfolt.